Most hát a Debreceni Egyetem csapatához látogattatok a soron következő fordulóban. A legutóbbi hazai meccsen arról beszéltünk, hogy bővült némileg a keret. Most azonban újabb hiányzók nélkül tudtatok pályára lépni. Velük mi történt? Hát Kovács Attilának ugye Orosházán az U12-es csapatával egyéb elfoglaltsága volt. Hát ugye itt azért hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen péntek délig azt se tudtuk, hogy mikor játszunk, mert szombat 18 órára volt kiírva a mérkőzés, és hát nyilván tudjuk, hogy milyen külső körülmények miatt a Debrecen át szerette volna tenni, át is tette ugye vasárnapi kezdésre, és hát emiatt ugye már azért több embernek programja volt, és emiatt nem jött az Attila. A Kovács Attila, hát ugye szerencsétlenség még azért minket a héten, hogy csütörtökön edzésen Nagy Attilának úgy néz ki, hogy részleges bokaszalagszakadás lett, úgyhogy elég foghiasan utaztunk Debrecenbe. Aztán ez azt hiszem, hogy tükröződött is a játékon, illetve az eredményen mindenképpen. Ez nyilván rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, hát főképpen az első fél időben, mert hogy amit megbeszéltünk, azt egyáltalán se támadásban, se védekezésben nem bírtuk megvalósítani. Második fél időben pedig ugyanúgy azt kértem a srácoktól, hogy próbáljuk megfutni az ellenfelet, ez most ugye nyilván sikerült, ott a második fél időt már ugye döntetlenre hoztuk, de hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az egész mérkőzésben egyetlen pozitívum volt, hogy véget ért. Mi várható a következő fordulókban, ugye három hazai mérkőzés fog következni? Hát nagy bravúrokra nem gondolok én szerintem, mert ugye az élmezőgybe tartozó Mezőkövest fog hozzánk látogatni most hétvégén, következő héten a Nyíregyháza is, ugye az élmezőny egyik tagja, valamint a Kecskemét, hát őt se szabad leírni, tehát ő is ott az élmezőnyhöz tartozik, úgyhogy elég szép menetelésű elé nézünk, de hát megpróbálunk minden további olyan dolgot elkövetni, amivel most már tényleg azt kell mondjam, hogy pontot vagy pontokat kéne szereznünk.